Sziasztok! Retrózzunk egy kicsit. Ma az Art of Fighting című játékot fogom nektek bemutatni, ami, hát ugye magyarra fordítva valahogy úgy hangzik, hogy a harc művészete. Ennek megfelelően egy verekedős játékról beszélünk, ami 1993-ban jelent meg, ha minden igaz, és Sega Genesis konzolon volt elérhető. Nem mondom azt, hogy életem nagy élménye volt, de elég sokat játszottam vele, és igazából én szerettem. Természetesen abban az időben még Art of Fighting-nek ejtettem a címet, mert hát miért is ne, úgyhogy gondolhatjátok, hogy ez nem mostanában volt. Itt láthatjátok a tök aranyos és jópofa kis bevezetőt, amiben hát látjuk, hogy a két főszereplő, gondolom testvérét elrabolják. Jó ez a fényképes megvalósítás. Most azért mondom, hogy gondolom, hogy a testvérük, mert japánul van a szöveg. Tehát a mai napig nem tudtam angolul beszerezni, úgyhogy csak tippelek, de hát ugye annyira nagyon nem bonyolult itt a sztori. Hát aztán itt láthatjátok a két főszereplő jellemzését, ilyen jó kis Miami Vice-os stílusban. És már itt is vagyunk a főmenüben, amikor is. Megnézzük a beállításokat, ugye játszhatunk egyedül vagy egymás ellen is akár. A beállításokban pedig van gombleírás, állíthatjuk a nehézségi szintet, azt, hogy mennyi ideig tartson egy küzdelem, és azt, hogy hány körből álljon. De igazából minden tök jóra van beállítva, úgyhogy rá is nyomok az egyplayeres módra, és hát választhatunk ugye a két főszereplő között, Rio és Robert. Én általában Robert szoktam lenni, szerintem ő egy kicsikét talán erősebb, bár lehet, hogy ez csak az én személyes meggyőződésem. És már láthatjuk is az első küzdelmet, amikor is az ellenfelünk valamit nagyon mond nekünk, de mi indulatosabban szólunk vissza neki, mert abban volt felkiáltójel is, ebben meg amit ő mond nincs, úgyhogy bár elég dühösnek tűnik. És hát kezdődhet is ugye a bunyó. Igazából teljesen szokványos, kétdimenziós, hát úgymond oldalnézetes, egymás ellen verekedős játék, tehát ilyen Mortal Kombat stílusú, talán egy kicsikét színesebb annál, és tényleg nincsen semmi más dolgunk, mint hogy az utunkba kerülő ellenfelünket elkalapáljuk. Hogyha sok ütés viszünk be, akkor elkezd így dülöngélni, ilyenkor célszerű oda menni és jól megragadni. Az első kört meg is nyertem. Az irányítás egyáltalán nem bonyolult, hiszen az iránygombokat használjuk, és mindjárt mondom, hogyha elindul a következő kör, igen. Van egy gomb, amivel ütünk, ugye tudunk lefelé is, meg ugrás közben is, ha minden igaz, hát rúgni. A másik gomb az ugye a rúgás, ezt is lehet lefelé, fölfelé, és van egy harmadik gomb is, amivel egy ilyen levegőben körbepörgő Chuck Norris style-os rúgást csinál Robert. És lehet valahogy varázsolni is, mint ahogy az ellenfelünk is csinálja, aki egyébként Todó, de... Igen, és hogyha közel megyünk hozzá, és megnyomjuk ezt a gombot, amivel ezt a levegő körbepörgő rúgást csináljuk, akkor így eldobja az ellenfelet. Ezt célszerű használni, mert sok energiát levesz. Ezzel meg is van gyakorlatilag az első ellenfelünk, akiből kikalapáltuk a szuszt is. És hát ezek után ugye azonnal beval nekünk mindent, bár még mindig harcállásban van a pozíciója, ami kicsit érdekes. Ezután ezzel a gyönyörű kocsival szágoldunk keresztül a városon, a háttérben mindig ugyanazok a házak ismétlődnek, de hát ebben már majd csak nem kötök bele. És egy ilyen jó kis térképen jelzi, hogy éppen hol tartunk a játékban, és itt is vagyunk a következő ellenfelünknél. Akitől kérdezünk valamit, ő három felkiáltó jellel válaszol nekünk, úgyhogy hát komoly gondban vagyunk. Egy ilyen igazi hústorony, igazából az Akit Bulldozernek hívtak című filmben tökéletes lett volna egy ilyen dublőr szerepre. Őt Jacknek hívják, és arra akartam kitérni, ajjaj. Na igen, most én kaptam sok találatot, és most dülöngélek. Ez nem igazán fel egyébként, mert ilyenkor ő kap egy szabad ütést. Mondjuk hát, hogyha úgy jön ki a lépés, akkor meg én kapok egy szabad ütést, úgyhogy végül is kiegyenlítődik. Szóval, hogy ez nekem csak most tűnt föl egyébként, hogy újra elővettem az Art of Fightingot, ugye, hogy bemutassam. A játékban az ellenfelek nevét nem jelzi ki. Mint látjátok, tehát én onnan tudtam az előző csávóról, hogy Todónak hívják, őt meg Jacknek, mert amikor egymás ellen játszotok, akkor választható az összes karakter, és akkor kiírja a nevüket, de itt nem. Látjátok, hogy semmiféle ilyen nincs kiírva, aztán csak annyi, hogy Challenger. Aha, meg ugye jelzi a kettes játékosnak, hogy lépjen be, ott is van ugye írva, hogy waiting for. Szóval érdekes. De mindegy, amit meg akartam még mutatni az az, hogy mint látjátok az életerőnknél, ami ugye ott fölül sárgával van jelezve, az alatt van egy zöld csík, az úgymond a mágia, hogyha aktiváljuk, akkor láthatjátok, hogy köptem egy ilyen kis lukengos tűzgolyót,
és akkor ugye ez a csík ez csökken, viszont tudjuk hívni az ellenfelünket, ezzel fogyasztjuk az ő sárga csíkját, gondolom ingereljük, és valamilyen úton, módon a miénket is tudjuk tölteni valami gombkombinációval, amire most így hirtelen nem emlékszem, ennek mondjuk azért utána járhattam volna. Közben le is győztem Jacket is, aki hát, aj, de nagyon morcos, és azt, most, hogy kiengeszteljem magam, és megyek, és eszek egy adag lángost. Szóval megyünk tovább, mindig ugye ez a kis átvezető van két ellenfél között, és ha jól emlékszem, akkor igen, most jön a bónuszpálya. Ez ilyen tréning tulajdonképpen, itt három lehetőség közül választhatunk, üvegtörés, jégtörés, és varázslatgyakorlás. A harmadikkal, a varázslatgyakorlással nekem mindig meggyűlik a bajom, mert leelőre és ütés a játékban a varázslás, de itt valamiért nekem nem működik. Tehát, látjátok, 30 másodpercünk van, hogy azt a kis táblát valahogy ott lekaszaboljuk, ugye ennél közelebb nem tudok menni, tehát gondolom azt kéne valahogy, hogy így lemágiázom, de egyszerűen nem működik. És nem tudom, mennyire hallatszik, hogy nyomom, mint egy hülye a gombokat, de nem, tehát nem reagál. És Isten, én nem tudom, hogy mit kéne így csinálni, ez nekem egy örök rejtély, biztosan én bénázok valamit, de tényleg, szóval még így kibuktatni se tudom, pedig a lábam új a hegye, ezt most aztán nagyon magyarosan mondtam, az elér a tábla aljára. Nem, ezt kivétel nélkül mindig elrontom, no bónusz, hát kösz szépen. Valahogy majd földolgozom. Mehetünk is a következő ellenfelünkre, aki nem más, mint Lee. Ő messze az egyik legviccesebb, egy ilyen idegbeteg kis nyüzüge, gyakorlatilag. Nem egy olyan hú, de nagyon komoly rivális. Legalábbis emlékeim szerint. Ajjaj, most megint be fogok kábulni. Jó van, Lee, hát... Na jó van, lehet, hogy elkiabáltam én ezt. Aha, hív. Most én is hívom őt. Valahogy lehet, mondom, tölteni azt a zöld csíkot, de... Ajjajjajjajjajj, hát le-x-menezett engem. Elég keményen. Milyen érdekes pózba dőlt ki Robert egyébként. Hogy Freddy-t idézzem, ezt egy beteg ember azonnal kihasználná ezt a pózt. Szóval azt akartam mondani, hogy mit is akartam mondani? Ja igen, hogy a varázslást én személy szerint nem ajánlom annyira, mert szerintem csak az időt húzza, nem vesz le olyan sok energiát. Körülményes a használata, én sosem alkalmaztam, inkább jól el kell dobni, szerintem ez a biztos taktika. Vagy megsorozni, mert az idő alatt, amíg egy varázslást megcsinálsz, úgy de nehéz mondat volt, két-három ütést vagy rúgást is el tudsz helyezni, és azzal több energiát leviszel. Most elbuktam. Nagyon örül a fejének. Nézzétek meg, hogy néz ez ki. Tudom, hogy maszk van rajta, de hát akkor is, hát ez nem igaz. Ennél jobb nem volt a piacon. Continue, hát természetesen. Maradunk Robertnél. Nem azt mondom, hogy Rio rossz egyébként, csak vele valahogy nem tudtam sosem boldogulni, de hogyha megint megvernek, akkor majd megmutatom a következő Continuumnál, amire lehet, hogy be is fizetek, mert ahogy elnézem, Lee-t nagyon PP fog verni engem. Kókuszreszelékké üti a fejemet. Hát nehogy már egy ilyen kis pattogós, fogpiszkáló, külsejű ember lekaszaboljon engem, de kiüt. Húha. Ez elég égő a harmadik ellenféltől, kikapok. Nagyon nem kéne. Na most revansot veszek, aj, gyere köcsök, azaz. Azaz, jó van. Jó lesz, meg lesz az, meg lesz. Jó, ó, jó van, hát most mondjuk ez nem éppen a legszebb küzdésmód, hogy mindig alulról támadok, de hát valahogy muszáj előnt kiharcolnom. Gyere ide köcsök, azaz. Ezzel az eldobással minden megoldható. Egy-egy. Erre nem számítottál, mi? Te búzahajú csíra gyerek. Aha. Lehet pontokat is gyűjteni, túl sok értelmét én nem láttam, mert amennyire tudom, semmit nem kapsz a pontokért, maximum a toplistára fölkerülhetsz. Persze, tudom, hogy ez már önmagában elég motiváció, hiszen a toplistákat mindig is szerettük. A francba. Jóva, jó lesz az. Megpróbok egyet varázsolni. Ja. Hé, miért nem találtam el? Mindegy, jó lesz így is. Oké, tehát Lee-t is sikerült kiütnünk a külső stratoszféráig. És már mehetünk is tovább. Na, mert előbb még megnézzük. Ja, igen, jó, ketté is törtem a maszkját. Erre fogadjunk, nem volt felkészülve. Következő ellenfél, aki nem más, mint, ha jól emlékszem, akkor King, akiről nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, hogy férfi-e vagy nő. Ne kérdezzétek, hogy miért, mert mostani fejjel már tök egyértelmű nekem, hogy férfi. Vagy nő? Nem, csak viccelek, tudom, hogy férfi. Nem tudom, valamiért a létező legbuzisabb külsőt sikerült adni neki.
azért ennek ellenére nem szabad lebecsülni, egy elég komoly ellenfél. De azért, majd csak ebbe... Oh, az jó, megcsűrtem, jó van. Azaz. Hát ez nem volt olyan nehéz. Nagyon szép egyébként a játéknak a grafikája szerintem. Tehát ahogy már mondtam is az első küzdelemnél, színes, nagyon jól néz ki, látványos, úgyhogy abszolút mértékben én teljesen meg voltam vele elégedve. Igen, hogyha valamiből a Genesis erős volt, akkor az ugye a színvilág. Gondoljatok csak a Sonic játékokra például. Hát igen, ez a... úgymond, hát nem buktatás, de ez a lefelé rúgás talán a legcélra vezetőbb támadás, meg ugye az eldobás. Na, de meg is lehet így jól sorozni, de ezeket általában kivédi. Jól van. Oké, hát ez végül is nem volt olyan nehéz. Úgy emlékeztem, hogy King egy kicsikét keményebb ellenfél ennél, de nem baj, végül is én jártam jól vele, hogy nem kellett itt killódnom. Oké, menjünk tovább. Hát igen, kicsikét összekócoltuk a frizuráját, ő meg emiatt durci, de nem gond. És megint bónuszpálya jön. Aha, hát akkor megmutatnám mondjuk a üvegtörést. Legyen az. Egy kis sör, az jól fog most esni. Battle cut. Aha, üvegvágás pontosabban. Itt az a lényeg, hogy látni fogtok fölül egy csíkot, ami folyamatosan töltődik, majd aztán így visszaugrik, és hát ugye az a lényeg, hogy a max jelzőhöz a lehető legközelebb állítsuk meg. Hát... jó, nagyjából sikerült, és akkor így ugye minél több üvegnek a tetejét le kell ütnünk. Ha ez sikerül, akkor annál több pontot kapunk. Ajjajjajjajjajjaj... itt van a zsiráv gondozó. Ú, azt hiszem Mike-nak hívják, de ő az az ellenfél, akit gyűlölök. Fú, ez iszonyat sokszor elvert már, és szökő évente egyszer sikerül legyőznöm. Jó, hát nyilvánvalóan most túlzok. Bár most azért eddig egész jól megy. De ez a gyerek, ez valami eszméletlenül tébolyító, de komolyan, ez brutális. Egyszer beindul, akkor nincs az a földi erő, ami megállítja. Most bekábultam, de jó. Jó van. Ó, francba, hát nem igaz, még egyszer üssem már meg. Jó van. Hé, miért nem ütöttem ki? Hát nem igaz már. Hát de mi? Hát lefogyott az eleje. Megint fölvettem ezt az anál kívánó pószt. Remek. Jó van, ökétek. Égi meszelő, most megkapod, hogy rohadnál meg. Jól van. Jól van. Jó. Oké. A fenébe. Hát mindent hárít. Most megsorozom. Tényleg ez az alulról történő támadás még a legcélre vezetőbb. Hát megint bekábulok, ezt nem hiszem el. Jó! Oké. És ez a frizurája van egyébként, azt figyelem, hogy... lehetne a becenelve az utolsó mohikán is. Jó van. Nagyon szép a rózsaszín fejpántod. Amúgy jól megy a gatyádhoz, teljesen férfias. Oké. Okay. Isten, itt neki, ilyen nem hiszem el. Ó, most a szépen be... alig viszek le neki életerőt, hát csak most nézem. Hát meg kell fogni és el kell dobni, nincs mese. Úgy, hát ezzel más nem tudok ezzel... legyőzött. Nagyszerű. Akkor megint használhatunk el egy kántinium. Mi ez a főmutatás? Most úristen, de menő valaki. Hát hogy néz ez ki? Hát ez Danny Trejo egy jól sikerült szombat este után. Nem tudom hány kantinium van. Nem kéne kimurdelni. Akkor most próbáljuk meg Rioval. Jól van. Rio amúgy ilyen körbepörgő rúgást tud valahogy csinálni azzal a speciál... hát ezzel... ha Roberttel nem ment, akkor Rioval végképp nem fog. Ez neki ilyen az eldobása egyébként. Ilyen a körbepörgő rúgása is. Hát ez... nagyon levitte az erőmet már. Na? De én alig sebzek neki valamit, hát miért nem? Ez sportot űz abból, hogy marad egy kevés ereje, és akkor kiüt. Hát nem igaz, már megint kiütött. Fú, hát jó, mondjuk gondoltam, hogy Rioval nem fog működni. Vele valahogy nem vagyok profi. Nem, mint hogyha Roberttel az lennék. Eljjelj, milyen morcos fejet vágott. Na újra. Na, egy győzelem most megvan. Ó, az az öltögesd a nyelvedet, nem baj, én kapok miatta egy plusz ütést, úgyhogy neked biztos nagyon megérte. Ó, bakker, de mennyit vesz le nekem? Hát ez nem igaz. Hát ez mi volt? Kétszer eltalált egy varázslással és lement az egész energiám, ez most komoly?
Hát nem fogjátok elhinni, de sikerült legyőznöm. Hú, hát na ezt nem kívánom még egyszer végigcsinálni. Ez aztán kőkemény szívás volt egy darabig. Nem baj, megcsináltuk. Láthatjuk, hogy... Jaj, de nagyon fáj! Öj! Azt a fogamat valahogy majd vissza kell raknom, mert így nem lesz jó. Oké, tudom, hogy kitalálhattam volna valami jobb poént is, de örülök, hogy egyáltalán tugu vagyok ezen végre. Következő ellenfelünk John, ha jól emlékszem, így hívják. Emlékeim szerint ő annyira vészesen nem nehéz, vagy lehet, hogy csak így az előző után nem tűnt annak, bár a franc tudja, mert eddig nem állok túl jól. Hát, hogy varázsolok végig inkább, hát legalábbis amíg van olyan energiám, vagy mim. Ja, ez emlékeimben is úgy volt, hogy annyira nagyon nem durva ellenfél. Háttérben néznek minket a katonák. Nagyon bajtársias. Ajjajjajjajjaj, megint úgy állunk, hogy... Hát ez a legbiztosabb technika, gyakorlatilag a mortálba is ezt kellett mindig csinálni. Na jó. Új, hú! Azt hittem eltalál. Ajjajjajjajjajjajjaj. Ő is ilyen... Análbarát pószt vett föl. Na hát, sikerült vele is elbánnom. Ez tényleg nem volt vészes egyáltalán. Azt hiszem megint bónuszpálya jön. És akkor bemutatnám a jégtörést. Hú, úgy néz ki, mint egy leszedelt Leon Kennedy. Nézzük akkor hogyan tovább. Igen, bónuszpálya lesz, és akkor jégtörés. Ja, itt megint nyomkodni kell a gombokat majd, mint valami eszelős. Igen. Ice Power Smash, aha. Igen, itt az a feladat hasonló, mint az üvegtörésnél, csak tényleg brutális gombnyomkodásba kell átmenni, mert az a két ütésgombot kell egyszerre nyomogatni, és ezáltal töltődik ugye a csík, és ugye a maxhoz minél közelebb kell, hogy kerüljön a idő lejártával. Hát ez egész jónak mondható szerintem. Úgyhogy ezek a bónuszpályák is hangulatosak, tényleg nem rosszak. Na de a következő ellenfelünk aztán ez a kopasz, napszemüveges botos krapek, nem más, mint Mr. Big, akinek amúgy az őrült Diris szerelembe volt egy kis kameója. Hello. Kit cikiztek? Mr. Biget. Nem nehéz legyőzni, de annyira nagyon azért nem is könnyű. Most valahogy sikerült rögtön az első körben megvernem. Zenéről még nem beszéltem. Ezen a pályán, ennél az ellenfélnél kifejezetten jó. De magában a játékban is a többi pályán sem rossz egyébként. Van, ahol néha kicsikét élesebb a kelleténél, de tényleg nem mondhatni rossznak. Azt hiszem ez mindjárt meg is lesz. Jó. Hát igazából tudtam, hogy nem Mr. Big a legkeményebb ellenfél, de... Kicsit azért keményebbre emlékeztem. Na mindegy, azt hiszem, hogy a főgenya jön ezután. Igen. Mégpedig a fantasztikusan kinéző Mr. Karate. Igen, ő az. Jaj, hát ez az orr. Jó, tudom, hogy maszk van rajta, de megint csak azt mondom, mint Lee-nél, hogy ennél jobbat nem tudott szerezni. Hát ez... Mr. Karate sem túl nehéz, igazából annyiban nehezíti a játék, hogy az én ütéseim nem sebeznek neki ugye annyit. Ő viszont igen, és hát hogy ezáltal mennyire fair, hoppá, most önhibámon kívül egy kicsikét begyorsítottam. Tehát hogy ez mennyire fair, azt mindenki döntse el maga. Itt is nagyon hangulatos egyébként a zene, kellően ütemes. Ó, jól van, már épp belekezdett volna egy ilyen tornádó tieboxba, de sikerült lenyomnom utolsó pillanatba. Akkor már csak egyszer kell legyőznöm, és meg is van a játék. Hú, eddig de jól állok. Jól van, oké, jó lesz. Ó, hát perfekt, gyerekek! Ó, perfektre legyőztem! Azta! Na, hát én nem kicsit büszke vagyok magamra. Egyetlen egy perfekt győzelmem volt, és azt a főgenya ellen. Wow. Na, szerintem ez még egyszer nem sikerült egyébként. Na, most rám vigyorgott a szerencse. Ja, beírhatjuk becses nevünket, de hát igazából három karaktert összesen, úgyhogy legyen ó! Egy jó kis animáció fekete-fehér háttérrel, hogy legyapjuk Mr. Karatét, majd a testvérünk valamit mond nekünk, itt van Rio is.
Kérdez valamit? Nem tudom, Robert eléggé rezignált. Ő pedig még mindig könyörög. Vagy csak nagyon hálás. Vagy mindkettő, nem tudom. Szép borostyán szemekkel. To be continued. Mi is van ezután? Ja, hogy egy ilyen költői kérdés, jó van. Oké. Hát igazság szerint az Art of Fighting ennyi lenne. Jó kis játék, mint látjátok, igazából 20 perc alatt kijátszható. Egymás ellen azért kicsit nagyobb poén, de annyira hosszú távon szerintem senkit nem fog lekötni. Én mégis azt mondom, hogy aki szeretne egy jót bunyózni, vagy egy kicsikét odacsapni, az bátran vegye elő, nem hiszem, hogy csalódni fog benne. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!